Lakossági fórumot tartott a Fidesz helyi szervezete. Uniós forrásból valósulhatott meg a négy település csatorna hálózata. Megkezdődtek az Amfitrion próbái, a tragikomédiát szeptember végén tárják a közönség elé. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Lakossági fórumot tartott a Fidesz helyi szervezete az október 12-i önkormányzati választások miatt a Dózsa mozi centrumban. A rendezvényen részt vett többek között Bayer Zsolt újságíró is. Nagyon sok meghívót, nagyon sok megkeresést küldtünk ki. Lakossági fórumot tartottak a Dózsa mozi centrumban, ahol rengeteg ember jelent meg. Cserna Gábor polgármester az október 12-i önkormányzati választásokról, valamint Dunaújváros legfontosabb eredményeinek jelentőségéről is beszélt a résztvevőknek. Nézzék meg, hogy sokkal tisztábbak lettek a város közterületei. Nem azért mondom, mert így kívánom látni, hogy az én szemeim ezt láttatják velem, hanem azért mondom, hogy hál' Istennek az emberekkel, a polgárokkal, önökkel beszélgetve ezek a visszajelzések. Kettő, stabil lett a vasmű működése. A vasmű működésénél a városban fontosabb, nyugodtan jelentsük ki, fontosabb kérdés nincsen, hiszen foglalkoztatottságot, hiszen családok megélhetését jelenti. És hogy nem mondjak ilyen utolsó dolgot, hogy kultúra, szabadidő, sport, amely nem elhanyagolható kérdés. Pár héten belül büszkén vehetjük át uniós forrásomból megújult belvárosunkat, városháza teret, műfüves pályát, elindult a stadionunk, a labdarúgó stadionunk felújítása, rekonstrukciója, első ütemben a világítási program, a beléptetési rendszer valósul meg egy közel 600 millió forintos állami támogatással. Politikában az európai szintet is. A péntek esti rendezvényen részt vett Bayer Zsolt újságíró is. Gondolják végig nyugodtan azt is, hogy az elmúlt 4 évben mi történt a városban. Elmondta a polgármester úr. És én azt gondolom, hogy a tettek önmagukért beszélnek. Mielőtt idejöttem Dunaújvárosba, megkértek szépen, hogy álljak meg Rátszalmáson, megálltam fél órára, csak azért, hogy megnézzek ott egy ügyet, amit a helyi közösség, a helyi jobboldal véghez vitt. Arról van szó, hogy rendbe tették, kipucolták a helyi zsidó temetőt. Tisztelt hölgyek, urak, ez szinte semmiség, igaz? Csak amíg ott voltam Rátszalmáson, végig azon gondolkoztam, hogy 70 évig senkinek nem jutott eszébe, hogy rendbe tegye a rátszalmási zsidó temetőt. 70 évig ez nem volt fontos. 25 éve meg azt hallgatjuk a másik oldaltól, hogy egyébként mi antiszemiták vagyunk, sok egyéb bajunk mellett. Aztán egyszer csak jöttek a rátszalmásiak, a helyi fideszesek, KDNP-sek, a jobbosok, azt vettek kapát, kaszát, kimentek a temetőbe, azt rendbe tették. A tettek számítanak. Bayer Zsolt előadását hatalmas tapsvihar követte. Az emberek a rendezvény végén személyesen gratuláltak az újságírónak. Elkészült Mezőfalva, Baracs, Nagybenyim és Kisapostak szennyvíz csatorna hálózata. Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló beruházás 3000 ingatlannak biztosítja a szennyvíz elvezetését. A beruházásnak köszönhetően a települések csatornázottsága elérte a 100%-ot. A települések lakossága környezetvédelmileg sokkal jobb környezetben van. Arról beszélni kell, hogy az ingatlanok értéke ezáltal növekedett. Befejeződött Mezőfalva, Baracs, Nagyvegyim és Kisapostak szennyvíz csatorna hálózatának bővítése. A projekt záró rendezvényén Márok Csaba, a Mezőfalva és térsége szennyvízberuházó önkormányzati társulás elnöke a beruházás fontosságát összegezte a résztvevőknek. A legnagyobb jelentősége az, hogy a települések csatornázottsága így a 100%-ot éri el, tehát azért ez egy nagyon komoly minőségi előrelépés a települések életében. Ez az országos átlagot jóval meghaladó fejlesztésnek mondható. 2011-től 2014-ig azért eltelt 3 munkás év, és valóban ez a 4 település együttműködése, a polgármesterek összefogása és a lakosság türelme is kellett ahhoz, hogy a mai napon
Azt mondhassuk, hogy egy 2,3 milliárdos beruházás valósult meg. A rendezvényen Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke is megjelent. Mint mondta, a több mint 2 milliárd forintból megvalósuló beruházás csaknem 3000 ingatlannak biztosítja a kommunális szennyvíz elvezetését. Ezzel a települések csatornázottsága 100%-os lett. Gyakorlatilag az egész országban cél, hogy 100%-os legyen a szennyvíz csatorna. Ehhez képest 75%-on tart Magyarország, ami egyébként uniós átlagban jó. Kis településeken viszont 50-60% között van, és itt ez a térség most bizonyította, hogy mire képes. Itt 10 év munkája valósult meg ma. 2004-ben indult a beruházás. Az itt élők, a polgármesterek, a képviselőtestületek, a szakértők valamennyien dolgoztak azért, hogy ma erre az ünnepélyes pillanatra sor kerülhessen. Biztos vagyok benne egyébként, hogy olcsóbb is lesz, hiszen a szennyvíz szippantásnál a csatorna olcsóbb. És ahogy jeleztem, a kormány és a mi hivatalunk is azon dolgozik, hogy tovább lehessen majd a víz és a csatorna díjat csökkenteni, mint ahogy 10%-kal ez már tavaly csökkent is. A csatornázás még 2006 tavaszán kezdődött, és két ütemben valósult meg. Márok Csaba szerint az érintett települések lakói nagyon örültek a beruházásnak, hiszen többé nem szippantós kocsival kell elszállítatni a szennyvizet. A csatorna hálózatnak köszönhetően a lakók egy egészségesebb környezetben élhetnek. Megkezdődtek az Amfitrion próbái Dunaújvárosban. A félreértésre, szerepcserére épülő vígjáték sok humorral várja az érdeklődőket, a Bartók Kamara Színházba szeptember 27-től. Ugye látom a jelmezeket, én a tervek alapján dolgozom. Nem kell nagyon túl sok ruhát készíteni. Már javában készülnek a Bartók Színház új darabjához szükséges ruhák. A jelmezek elkészítésében figyelembe kell venni, hogy az egyes darabok könnyen le, illetve felvehetőek legyenek. A díszletben pedig a megjelenítésnél törekedni kell arra, hogy a földi és az isteni világot a lehető legjobban lehessen szimbolizálni. Egy hatalmas rámpa, ez rögtön látszik rajta, ami az ég felé tart, és ezt még majd a festésben kihangsúlyozzuk. Ez valahogy így az ég felé törekvés, itt az emberi, a földi, meg az isteni világ közötti utat szimbolizálja alapvetően. A rendező Hegymegi Máté elmondta, a darabban az egyes figurák megkettőződnek, groteszk szituációba kerülnek, néha saját magukkal vitáznak, időnként már el is hiszik, hogy tükörképük az igazi, és nem ők. A darabban a komédia és a tragédia egyszerre van jelen. Egy tragikomédia, tehát igen sok humor tartalmaz, többek közt ezért is a Molière-rel foglalkozunk, mert ott sokkal erősebben jelen van a humor, de közben mégis alapvetően egy drámai történet a nő helyzete. Tehát igen, nem ismerjük be mélyebben, nem lövöm le azok előtt, akik esetleg nem olvasták, vagy nem ismerik, de egy elég nehéz és elég izgalmas dráma. Azért is foglalkozunk ezzel. A darabot szeptember 27-től láthatják az érdeklődők a Bartók Kamara Színházban. Nagyon bizakodóak vagyunk, mondta Mátyás Gábor, a Dunaferese ügyvezetője, a birkózó szakosztály idei évét illetően. A versenyzők már július óta edzenek, többen éremesiesként indulnak a következő viadalon. Már a következő szezonra készülnek a Dunafer ese birkózói, bár a versenyidőszak júniusban véget ér, már júliusban elkezdték a felkészülést, amelyet egy egyhetes balatoni edzőtáborral folytattak. Balatonkenesén voltunk edzőtáborozni 160 fővel, nyilván nem csak Dunajvárosból, hanem az elmúlt évek sikereihez hasonlóan csatlakoztak hozzánk vidékről több szakosztály, Budapestről, Szegedről, Pécsről sorolhatnám még. És a tábort követően pedig folyamatosan most már Dunajvárosban edzéseket tartunk heti 4-5 alkalommal. A versenyidőszak szeptemberben csapatbajnokságokkal, valamint a diákolimpiai versenyekkel kezdődik. A szakosztályban számos remek versenyző szerepel, akik éremesélyesként indulnak különböző diadalokon. Nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen a diák serdülő IF és a junior korosztályban is van tehetséges, komoly versenyzőnk, akik már eddig is bizonyítottak, és hát az ősszel Zeilinger Ádámtól, Veres Kovács Ádámtól, Zelei Pétertől, Zelei Árontól, és a lányok közül, és Péntek Vanessától például érmeket remélünk az országos bajnokságokon és a diákolimpiai döntőkön. A versenyidőszak egyik legrangosabb megmérettetését Dunaújvárosban rendezik. November 7-én diákolimpiának ad otthont városunk.
Vasárnap nyárias melegre van kilátás, sok napsütéssel és gomoly felhőkkel, amelyekből délután elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 27 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Lakossági fórumot tartott a Fidesz helyi szervezete. Uniós forrásból valósulhatott meg a 4 település csatorna hálózata. Megkezdődtek az Amfitrion próbái, a tragikomédiát szeptember végén tárják a közönség elé. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.